az iskola Zenta központjában található. Pár perc sétával szinte bármi elérhető a városban. Az intézmény eredetileg természettudományi matematikai tehetséggondozó gimnázium néven jött létre, hiszen megalapításakor ez volt az egyetlen szakirány. Az alaptagozat, a matematika, teljes 4 generációs osztállyal működik jelenleg is. Annó 4 évvel ezelőtt mennyire érezted nehéznek a felvételit, illetve miért választottad a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumot? 8-ban, amikor eljött az idő, hogy középiskolát válasszak, igazából körülnéztem és írtam egy listát, hogy melyik középiskolák jöhetnek szóba. Ebből végül a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium került ki elsőként, ide viszont felvételi vizsgát kellett tennem. A felvételi vizsga nehéz, de teljesíthető. Hogyha valaki rászánja magát és tényleg be akar ide kerülni, akkor 8-ban, második fél évben hétvégeit fel kell áldozza, hogy itt Zentán töltse, és részt vegyen az itt megtartott felvételi felkészítőkön. Milyen feladatok vártak rád a felkészítőn, illetve a felvételin? Hát kicsit eltérő feladatok várnak, mint amikkel a hétköznapokban a matematika órán találkozunk. De egy idő után, meg elegendő gyakorlás után mondhatni, hogy típus feladattá válnak. Mindenféle feladaton igazából van geometria, algebra, és minden, ami a csövön kifér. Kicsit mutasd be diák szemmel a szakodat, milyen tantárgyakat tanultok itt 4 éven keresztül, illetve mennyire érzed nehéznek? Hát a matekos az azt jelenti, hogy természettudományi. Szóval én matematikát, fizikát és informatikát tanulok kiemelt óraszámmal, de ez nem azt jelenti, hogy a többi tantárgyból nem kapnám meg a szükséges képesítést. Minden tantárgyból, hogyha valakinek más az érdeklődésre, mondjuk a magyar nyelv, az irodalom vagy a kémia iránt, el tud itt helyezkedni, és azzal foglalkoztat, amit szeret. Persze ez ugye a matek órák tömkelege között lehet, hogy nem annyira kivitelezhető, de én úgy gondolom, hogy akármiben is tehetséges az ember, Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban megtalálja a helyét. A matematikai tagozat elvégzése után a diákok bármelyik egyetemre jelentkezhetnek, de leginkább a természettudományi szakokat választják a továbbtanulásnál is. Ez ELTE természettudományi karára szeretnék tovább menni matematikai szakon. Hogy a jövőben mivel szeretnék foglalkozni, még nekem is kicsit árnyékos, de azt tudom, hogy ezen a területen rengeteg lehetőségem van, jól fel vagyok készítve, és várom, mit hoz a jövő. A matematika szak mellé 2008-ban megnyitották a képzőművészetit is. A szakhoz, ahogyan az összes többihez is, felvételi vizsga szükséges. Miért választottad ezt a szakot, és miért pont a Bolyait? Hú, hát ez zűrös volt, szóval nem feltétlen a Bolyaival kezdtem. De mindig is tudtam, hogy én ezzel szeretnék majd foglalkozni. Vagyis úgy mindig éreztem, hogy ez az én utam. Így tudnám legkönnyebben kifejezni magam. Mert szeretem ezt csinálni, és így tudok kiteljesedni. Mennyire volt nehéz a felvételi ide a képzőművészeti szakra? Hát a felvételi az, hát stresszes volt. Viszont felkészítettek rá bennünket. Nehéz is volt, mert azért mégiscsak rajtunk volt ez a stressz, meg az a felelősség, meg minden, hogy bejutunk el. De viszont én élveztem. Mivel foglalkoztatok a felkészítőn? A felkészítőn festettünk, rajzoltunk, szobrászkodtunk. Mindig jó hangulatban telt. Ahogyan hallottuk, a bejutás nem könnyű, de az itt megszerzett tudás kárpótol mindenért. A diákok 4 év alatt belekóstolnak a képzőművészet minden ágába, amelyeket megemelt óraszámmal tanulnak. Van nagyon sok konkrét óránk, tehát van grafikánk, rajzunk, festészetünk, szobrászatunk. Mindegyik nagyon jó, tehát nagyon jó hangulatban is tellik, de konkrétan így nem tudnák egyet csak kiemelni, de nagyon jó. Tehát nagyon jó felkészítenek minket arra, ami majd a felvételire vár, tehát az egyetemi felvételikre mindennel tudunk foglalkozni. A munkáitokat hol láthatja a nagy közönség? Minden évben szervezünk egy évvégi kiállítást, itt Zentán. Ott minden osztály kiállít, valamint a negyedikeseknek szokott lenni egy évzáró kiállítása szintén, de az külön, nem ugyanakkor, mikor az első 3 osztálynak.
Ugye a Bolyaiban más a felvétel is, de más az érettségi is. A rajzosoknál milyen az érettségi? Hallottatok-e már róla valamit? Igen, beszélünk, már most elkezdtünk gondolkodni az érettségi témáinkról. Nekünk kell egy szakérettségi, tehát amit kiválasztunk, minimum 2 évig kell tanulnunk egy tantárgyat, abból érettségizhetünk. Az iskola befejezésével már bármely kreatív poszton elhelyezkedhetnek a diákok, azonban nagy részük a továbbtanulás mellett dönt. A választásban szinte bármelyik egyetem szóba jöhet, azonban leginkább a művészeti akadémiákra jelentkeznek az itt érettségiző képzőművészeti tagozatos diákok. A tanáraink nagyon jól felkészítenek minket, tehát már most is van szó arról, hogy ha valahova szeretnénk menni, akkor ők segítenek már most felkészülni. Én nézelődtem, voltam nyílt napokon, úgy szinte a tanáraink mondják, hogyha van valahol nyílt nap, és nagyon könnyen tudunk így választani. Melyik iskolákat nézted már ki magadnak? Volt szó az Újvidéki Egyetemről, szintén képzőművészeti tagozatra szeretnék iratkozni, de most egy nagy vágyam az, hogy a Pesti MOME Egyetemre felvegyenek. Az iskola legfiatalabb tagozata a számítástechnikai informatikai szak. 2 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, és hatalmas érdeklődés övezte. Igazából szeretek a számítógépekkel foglalkozni, és mindig is érdekelt, tehát igazából ez. Meg hogy, tehát, hogy sok matematikánk is van, és azt is nagyon szeretem, és fontosnak gondolom, hogy legyen. Milyen óráitok vannak így például az első évben? Az első évben igazából elég sok gimnáziumi tantárgyunk is van, tehát nem csak szaktantárgyak, de elég sok szaktantárgyunk is van. Sok programozás és sok egyéb ilyesmi. Mennyire érzed nehéznek ezt a szakot így az első év második felében? Hát elég nehéz, de megfelelő kitartással bármit meg lehet csinálni. A következő tanévben mindhárom szak várja az új diákokat. Azonban ahhoz, hogy a nyolcadikosok itt tanuljanak tovább, nem elég csak a kísérettségi. Az ott elért pontszám és az iskolai eredmény csak másodlagos szempont. Az elsődleges a felvételi vizsga. Ahogyan már korábban is elhangzott, ehhez nagyon jó alapot biztosít az intézmény. A május közepére tervezett felvételi vizsga miatt már januárban elkezdték a felkészítő foglalkozásokat. Mind a 3 szakra külön tartjuk a felkészítőket. Meg vagyunk elégedve a létszámmal, azzal, hogy még mindig tudunk fogadni, és felkészíteni tanulókat, amennyiben úgy gondolják, hogy most szeretnének még jelentkezni. A számítástechnikában és informatikában tehetséges tanulóknak a felvételi vizsgája az egy olyan jellegű matematikai teszt, vagy dolgozat, inkább ezt kellene mondanom, hogy dolgozat, ami hasonlít a kísérettségi kinézetéhez, azzal, hogy csak emelt szintű feladatok vannak benne, míg a kísérettségében alapfokú és középfokú feladatok is találhatók. Tehát azt tudom elmondani, hogy erre akár a tőlünk távolabb helyeken élő tanulók saját maguk is a saját tanáruknak a segítségével fel tudnának készülni. Természetesen mi itt szívesen látunk mindenkit a felkészítő vizsgáinkon, felkészítő óráinkon. Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek megismerkedjenek egymással, megismerkedjenek az itteni tanárokkal, azokkal, akik majd tanítani fogják őket a középiskolában, és hogy az első kontaktus megtörténjen az iskolával, a kollégiummal, hiszen ők néha bent is alszanak a felvételi felkészítőkor a kollégiumban, és ezzel együtt ugye ismerkednek azzal a bentlakásos életstílussal, életmóddal, ami itt várna rájuk a Bolyaiban. Minden osztályunkban maximum 20 tanulót tudunk felvenni. Ezt tavaly sikerült maximálisan feltölteni, mind 3 szakon. Hát, hogy az idén hogy fognak sikerülni a felvételi vizsgák, ezt majd meglátjuk. A tehetséggondozó gimnáziumhoz egy 150 férőhelyes kollégium is tartozik. Itt az iskola nemzentai lakhelyű diákjai lakhatnak, valamint a fennmaradó helyeket a többi zentai középiskola utazó diákjai töltik fel. A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium diákjai a tanórák mellett szakkollégiumi képzéseken is részt vehetnek.
További információkért olvassák az iskola honlapját a www.bolyai-zenta.edu.rs oldalon.